Az új vezetőedző Dajka László első alkalommal irányította a Kisvárdát, amely pontszerzésben reménykedve lépett pályára felcsúton. A 23. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Danilovics ütött el Ilicset a 16-oson belül, Kassai játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Horváth Zoltán végezte el a büntetőt, az állva maradó Danilovics pedig kiütötte a labdát. A 28. percben a hazaiak kerültek helyzetbe, Knezevics lövését a felső lész hárította. Az 58. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia, Balogh középre gurított labdáját, Knezevics lőtte a léc alá. A 76. percben Horváth visszagurított labdájából Anderson lőtt hatalmas kapufát, egy perccel később viszont már gólt ünnepelhetett a Kisvárda. Ezúttal Ilics gurított vissza, Lukács pedig kilőtte a bal felső sarkot. A hosszabbításban a győztes gólt is megszerezhette volna Várda, azonban előbb Danilovics, majd Trajkovszki hárított, így maradt az 1-1-es döntetlen. Óriási értünk előre, tehát hihetetlen sokat birtokoltuk a labdát, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, fölmentünk a hazai csapatra, nem féltünk, nem álltunk vissza védekezni. Az elején még kevés lehetőség volt, aztán jött a 11-es. Már nyilatkoztam egy pár szó, hogy a futballban egyáltalán nem mindegy, hogy kirúgja az elsőt. Ez amikor rúgjuk a 11-est, akkor a hazai csapatnak kockáztatni kell, ki kell nyílni, és lehet, hogy olyan lehetőségünk lettek volna, hogy el tudjuk dönteni a mérkőzést. De ez már mind utópia. Talán azt mondom, hogy ugye a helyzetek alapján álltunk egy jó mérkőzést, minőségében nem volt kitűnő, de hatalmas küzdelem. A hazaiak edzője Bencés Miklós szerint megérdemelt volt a kisvárdai pontszerzés. A játékosaim tudásuknak alacsony százalékát vitték ki a pályára. Úgy gondolom, hogy mind a labda nélküli mozgásban, mind pedig a labdás kezdeményezésekben alulmutattuk korábbi önmagunkat. Nem hoztuk azt, amit elvártunk volna. Tehát, gyenge volt a kezdés, fél idő pont erősített a lánycserét is, végrehajtottunk, úgy gondolom feljavult a játékunk, ebből ugye a helyzetek gól is volt, sajnos nem tudtuk lerúgni egy nagy helyzettel a második gólt, hiszen azért a lehetőség megvolt rá, ugyanakkor a végén a Kisvárda sokat kockáztatott, benne volt a döntetlen a mérkőzésben, ezt hozták is. Legfőképp azért, mert nagyon csapongó volt a játékunk, nem uraltuk a játékot, nem tudtuk azt a focit hozni, amit mi szerettünk volna. Tehát ezt a labdabirtokló játékot pedig pont ezzel kellett volna megfogni a Kisvárdát, illetve a mérkőzést. De ebből egy ilyen csapongó játék alakult ki, amiben elnyúltunk, csapatrészek nagyon hosszúak voltak, és a Kisvárda akarata érvényesült, hiszen egy pontot elvittek. Az 5. forduló további eredményei a következők: Debrecen MTK Budapest 3-3, Ferencváros Paks 1-1, Újpest Mezőkövesd 1-1, Budapest Honvéd Molvidi FC 0-3 és Diósgyőr Szombathely 1-0. A tabella élén a 13 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 12 pontos Budapest Honvédot. Az egy ponttal sereghajtó Kisvárda szombaton a Diósgyőrt fogadja.